Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk a 2016-os World Championship csoportköreinek 6. napjánál. A C csoportot fogjuk a mai este folyamán lezárni, és nincsen már szünet. Itt vagyunk végre, úgyhogy köszönjük a türelmeteket. Kedves szakkommentátor társam az első pár mérkőzésen, Nono lesz, jó magam pedig, Thanatos vagyok, sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit a mai napon. Hát sikerül ma is kivennem a részem a világbajnokság kommentálásából. És nem is egy akármilyen csoporttal, azért itt található az EDG, az AHQ, az H2K, valamint az ITZ, ami hát mondanom sem kell, azért bajnokok, bajnokai és stabil résztvevők. Az H2K például tavaly is itt volt, akárcsak az AHQ vagy EDG, tehát nem újonc csapatokról beszélünk a világbajnokság történetében. Ráadásul a mai napon csak ez a csoport fog megküzdeni, mind a 6 mérkőzésen ezek a csapatok fognak részt venni. Ha 6 mérkőzésünk lesz, ugye? Igen, azért ezt tegyük hozzá, bár az ITZ hozzátett ahhoz, hogy ma 6 mérkőzésünk legyen, a körbeverések így talán egy kicsit visszább lettek fogva, mert nem hiszem, hogy bármelyik csapat ma kikapna az ITZ-t, az EDG, ahogy az előbb mondtad nekem kint, lenyilatkozta, hogy az EDG nem igazán vette komolyan ezt a mérkőzést, így sikerült őket megverni az első mérkőzésen, de én mindenképpen azt várom, hogy azért ők meg fognak még szorongatni itt egy-két csapatot, itt főleg az H2K-re gondolok. Európa továbbra is gyengélkedik a világbajnokságon, egyetlen egy győzelmük van, bár igaz, ez pont az H2K szerezte meg az ITZ csapata ellen. Legalább a kötelezőt tudja hozni, ugye, a G2 Esports-al szemben. Nem akartam erre így kitérni. Hát sajnos ki kell, tehát, hogy a G2 Esports megérdemelten csoport utolsóként végzett a tegnapi nap folyamán, ugye az A csoportról beszélünk, ahonnan pedig nem más, mint a Rox Tigers jutott tovább első helyen, és második helyen ugye a nagy meglepetés wildcardos csapat, az Albus Nox Luna, akikről, hát, hogy is mondjam, még fogunk szerintem hallani, tehát előfordulhat bármi a rájátszás során. Ki tudja, hogy ezen a néven. Igen, vagy igen, hogyha már szeretnek nevet változtatni a srácok. Ami viszont ugye fontos, ahogyan már említettük, hogy tényleg ma este folyamán a C csoportot tekinthetjük meg, végig erről lesz szó. Az EDG és az INTZ összecsapásával kezdünk majd hát hamarosan, perceken belül. Mindenek előtt pedig Single Y-nak köszönjük szépen a 7. havi feliratkozást. Azért ez szomorú. Singli. És fiú, ugye az Y miatt még az is benne lehet. Tényleg. Minden esetre, hát én szerintem baromira izgalmas mérkőzések előtt állunk, és majd visszatérünk tényleg reggel 7-kor arra, hogy is lesz ez a helyosztó a mérkőzés. Igen, ez a 6 meccs. Tegnap is majdnem kialakultam, hogy egy 3-as egyenlőség, kifejezetten izgalmas lett volna még reggel 10-11 fele is itt közvetíteni nektek. Pláne azért, mert akkor már fizetni kell a parkolóért, és maximum 3 órát lehet befizetni. Igen, Pierce és Darcy mindenféleképpen hát szívták volna a fogukat, de nem volt semmilyenféle fajta szívás, hiszen csak egyetlen egy helyosztó mérkőzésünk volt, az pedig már 8:30-kor véget ért. Ugye a csoport állásról egy picikét talán beszéljünk. Az EDG és az AHQ áll az első helyen, ugye az EDG Kínából érkezett, az AHQ pedig az LMS régiójából, ami hát ilyen szigetországok gyakorlatilag. A Tájföld, mondjuk ki. Hát igen, gyakorlatilag azt is mondhatjuk. Tájföld, Tájván is ott van, Japán is ott van, szóval, hogy egyértelműen egy keleti régióból érkezett az AHQ is. Mind a ketten 2 győzelemmel és egyetlen egy vereséggel rendelkeznek, és utána jön a második fele a bojnak. Igen, azért egyértelmű, hogy miközben láthatjátok, hogy hogyan is néz ki az idei világbajnoki kinézet, Zed a trónon. Meglátjuk, hogy most lesz-e Zednek esetleg egy másik hős kinézete, és a döntőben elhozzák-e. De hatalmas a tét egyébként, főleg az AHQ csapatának. Nekik van bizonyítani valójuk véleményem szerint, hiszen nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ők az LMS régió bajnokai, de ott a Flash Wolves is, és oda-vissza adogatják a labdát szezonról szezonra, viszont a világbajnokságon eddig meggyőzőbb teljesítményt a Flash Wolves tudott nyújtani. Ebben a csoportkörben, bár az HQ jobban áll jelenleg, mint a Flash Wolves,
többet beszélünk a Flash Force-ról, hiszen ők kétszoros mérkőzést játszottak, az egyik 70 perces volt ráadásul, és megverték az SK2-t. Ezzel szemben az HQ mit tud felmutatni? Sikerült megverniük az H2K-t, ami lássuk be azért nem egy olyan hú de nagy teljesítmény, valamint a brazil régióból érkező INTZ csapatát, ami megint csak egy szinte kötelező győzelem volt számukra, de amikor szembe kerültek egy igazi ellenféllel, gondolok itt az EDG csapatára, akkor elhullottak, miközben nézzük meg, hogy a brazil játékosok hogyan is koncentrálnak rá erre a mérkőzésre, tehát az EDG-vel fognak megküzdeni. Az első győzelem biztosan egy jó kis morális löketet adott számukra, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt a teljesítményt meg tudják ismételni. Az EDG nem követheti el még egyszer azt a hibát, hogy alábes egy olyan csapatot, ahol ott van Revolta, többszörös világbajnoki résztvevő, és messze a legnagyobb tapasztalattal rendelkező játékos, és láttátok az első mérkőzésen is, hogy milyen teljesítményre képes a maga karakterével, Lee Sin remekül kezeli, és hogyha már Lee Sin-nél tartunk, visszatért a metába, és annyira választékosan lehet építeni, nagyon sok lehetőséged van. Azonnal a Rek'Sai féle építést is választhatod, hogy egyből Tiamat, és csak utána kezdesz tankosítani. Megvan a lehetőséged Rush féleképpen fullba nyomni a sebzést, és letépni mindenkinek az arcát. Megteheted azt is, hogy azonnal full tank leszel, meglátjuk, hogy érkezik-e Lee Sin a tiltási és választási fázisban. Pontosan, amit ezennel meg is kezdünk, jöjjön a zene. Hát nem fog jönni. Nem véletlen. Igen, ott van egyből a tiltás. Revolta most ellen. Láttad? Közben. Ott volt. Hát figyelj, azért, ha egy Edward Gaming tilt ellened, azért az eléggé vagány dolog szerintem. Főleg, hogyha wildcardos régióból érkezel. Na de, Gnar és Lee Sin ugye eddig a tiltólistán az Edward Gaming oldaláról. A harmadik tiltásra azért várnak. Egyértelműen meg kell fontolniuk a döntést. Míg az INTZ részéről Nidalee és Poppy kerül a tiltó listára, ott van Aurelion Sol. Hát igen, ki kell venni, tehát kőkemény játékra képesek a mostani világbajnokságon vele a srácok. Igen, és egy olyan karakterről beszélünk, akibe annyi potenciál van, hogy nem tud egyszerűen felkészülni erre a csapat. Aminap rakott fel a CLG a Facebook oldalára egy videót, hogy Aurelion Sol-lal egyes szinten lehet lemenni az alsó ösvényre barangolni, mert csak odaállsz a tágló univerzummal, 3 másodperc alatt leszeled a minion hullámot, mehetsz le, és mikor még nem számít az ellenfél, 4 emberes érkezés az alsó ösvényen, úgyhogy 2-es szintre is tudsz lépni akár. Miközben egy Irelia tiltás még a felső ösvényre, erre fókuszál az INTZ csapata, Mouse ellen tiltottak, miközben elhoznak Scoutnak egy Syndrát, aki a világbajnokságon elég közkedvetlen, nem is véletlenül, és ezt előrevetít már a későbbiekre, valószínűleg Bjergsennek egy nagyon pozitív élménye az, hogy Syndra ennyire bekerült a metába, csak így nehezebb elhozni. Egyértelműen nehezebb így elhozni, viszont tényleg megéri, még mindig hihetetlen sok sebzés van ebben a hősben, és az, hogy a gyengék szétszórásával akár több embert is lehet kábítani, az mindenféleképpen egy hasznos képesség az ő részéről, és Syndrát is azért eléggé nagy magasságokba emeli. Ráadásul én úgy gondolom, hogy az ösvényfázisban is tökéletesen hely tud állni ez a hős. És kérdés, hogy az INTZ milyen hősökkel fog jönni majd. Hiszen igen, ott van Jokesternél, ott lesz kérem szépen egy Alistar, aki hihetetlen győzelmi arányjal rendelkezik, bár gyakorlatilag mindegy, a G2 azt hiszem pont kivételesen azt az egy mérkőzést megnyerte, amikor volt náluk egy Alistar, pedig na mindegy, nem akarom szegényeket most már tovább savazni. Viszont Yangnél pedig, hát vagy Yangnél, vagy Tokersnél, ugye ott lesz Jace, aki hát szintén a mostani világbajnokság egy ilyen friss indulója, úgymond, és eléggé hasznos tud lenni azért egy Jace is. Érdekes módon Rek'Sai az, akit még mindig erőltetni szeretnének a csapatok. Az INTZ csapata is előre vetítette, hogy talán elhoznánk a Rek'Sait, de fontosabbnak gondolták az Alistar választást. Ez lehet azért, mert ekkora győzelmi aránya van. És ahhoz képest, hogy visszavetették a végső képességét Alistarnak, és már gyengítették a gyógyítását is, továbbra is egy bombabiztos karakter az élmezőnyben, a profik körében. Nem véletlen olyan kezdeményező képessége van, mint semmelyik másik karakternek. A végső képességével trendeli magasságokba élhet, ha mondjuk egy Poppyt szedne le az ultiával. Tehát megvan a tankosság, megvan a kezdeményezés, vagy lehetőség szerint egy-egy megetetett játékosnak a megvédése,
itt egy hipercarry lövész simán jöhet mellé, Caitlyn tökéletes választás erre a célra, főleg úgy, hogy saját menekülési képessége is van, valamint rendkívül távolról tudja sebezni az ellenfeleket, de beszéljünk egy kicsit a támogató választásról az EDG-nek. Meiko érkezik majd egy Tahmkenchel, ami előrevetítheti akár egy unmobilis, egy kevésbé mozgásképes lövész, mint például Jhin, és így le is lehetne dolgozni azonnal azt a különbséget, ami az ellenfél lövészével kapcsolatban létrejön, hiszen a támadási távolsága Caitlynnek csak úgy visszafogható, hogyha egy hasonló képességű lövésszel érkezel. A dzsungelben pedig ott van Skarner, akinek a végső képessége kötelezővé teszi az EDG játékosai számára a sejemöv megvásárlását, valamint egy nagyon egyszerű kábításon. Ha közel kerül az ellenfélhez, átmegy a képesség rajta, onnantól kezdve egyetlen alaptámadással tud kábítani, ami nem sok karakternél mondható el. Egyértelmű, hogy a karóba húzás tényleg valamira fontos lesz most a mostani mérkőzésen. Revoltának hihetetlen jól kell tudnia ezt kezelni. Akár még arra is jó, ha végig gondoljuk, hogy azt az undorító kis Tahmkenchet ki lehessen venni az egész csata forgatagából, a bekebelezésen ne tudjon megmenteni például egy Jhint, hiszen Jhin jelen pillanatban így, hogy ilyen távolról tud Caitlyn, valamint ugye Jace is tüzelni, azért lehet, hogy veszélybe kerül. Nagyon messziről kóstolgathatja majd egymást ez a két társaság, viszont ott van abszolút a Rumble választás Mausnál. Rumble, Bumble, babám. Rumble, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez jobb választás, mint a Kennen. Mivel rendben ott a Stukker, a végső képessége, jól tud vele zónázni, akár el is tudja zárni az ellenfelet, és hogyha a dzsungelben sor kerül egy csatára, azt az EDG meg fogja nyerni. Meg fogják próbálni mindenképpen bekényszeríteni a dzsungelbe az INTZ csapatát. Annak ellenére, hogy ott van a Jace, akinek az energia lövete az letépi az arcodat, valamint ott van egy olyan Alistar, aki területben tud CC-t kiosztani, és mégis be fogja az EDG kényszeríteni a csatát. Ebből a választással meg ezt meg is lövi az INTZ csapata, hiszen Vladimir pedig a dzsungelben olyan problémákat tud okozni az EDG számára, ami nem megoldható egy Rumble-lel. Nagyon szép választás Tokerstől, nekem ez nagyon tetszik. Viszont ott van még mindig a Rek'Sai. Rendkívül mobilis karakter. A Préda lesővel látunk már nem egy gyilkosságot elhozni, úgyhogy oda kell figyelni ennek a kerülgetésére. Valamint ebben a kompozícióban én úgy érzem, hogy sokkal fontosabb lenne azonnal tankosítani, mint a Tiamatot választani. Viszont, hogyha egy gyilkosságot megszerez a játék korai szakaszába, onnantól kezdve viszont kötelező. A másik dolog, ami miatt jó lehet a Tiamat, hogy mágikus sebzésre rendelkező felsősvényes és középsősvényes. Mondhatjuk, hogy két mágus jelleg az EDG csapatában, és egyetlen egy fizikai sebzéssel csak Jhin rendelkezik, ami Jhinnek egy tökéletes táptalaj, mert valószínűleg érkezni fog majd a Légió égisze, ezen kívül majd a Szellemarszt Vladimirnél egyértelműen, tehát mind mágikus ellenállásra fognak majd építeni. Ez pedig azt jelenti, hogy Jhin sebzésére nem lesz semmiféle válasz a játékkorai szakaszában. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz a játékkorai szakasza, ha már így szóba jött, pont amiatt, mert ha csak belegondolunk, hogy Rek'Sai-nál is kiemeltük, hogy a tárgyválasztás mindig befelesülő majd. Szabad ne feled, de azt nézd meg, azt a számot. Wow. Kis Horisz, köszönjük szépen a 16. havi feliratkozás. Volt már valaki a tegnapi nap folyamán is, ne haragudj, kedves másik 16. havi feliratkozó, akinek nem emlékszem ami a nevére. Amióta van, azóta feliratkozó. Folyamatosan. Szép. Lehet, bent felejtette véletlenül a hitelkártyáját, vagy valamit, és azt csórikám csődbe ment, de mindenféleképpen köszönjük, hogy támogattad a Magyar LOL TV adását. És akkor, hölgyeim és uraim, ezen gondolat után érkezzünk is az idézők szurdokába. És így egyébként a Vladimir választással kiderül az, hogy Jace felsősvény érkezik majd ezen a mérkőzésen, amit azért megnehezíti Rumble-nek a dolgát, hiszen ő egy közelharci karakter, bármennyire is ott van a lángszórója, meg tudja lőni a kis hullánkjait. Ettől függetlenül továbbra is Jace-el szemben nem lesz a legegyszerűbb dolga, miközben egy őrszem kihelyezésre kerül. Ösvénycserére nem kerülhet sor, ezt már megszokhattuk, mióta az első torony ennyi bónusz aranyat ad az csapat számára, aki elhozza, nem éri meg a kockázatot egy ösvénycsere, így az ösvény fázis egy kicsit
nagyobb, jobban előtérbe került, aha, ami a kínai csapatok számára mindenképpen egy pozitívum, hiszen a tavalyi világbajnokságon azért véreztek el ennyire, mert ott konkrétan ösvényfázis mint olyan nem létezett. Itt pedig az első mini játékot megnyeri az ITZ csapata. Nagyon nagy küzdelem volt. Nem. Minden esetre legalább látjuk, hogy az obeliszkekre ugyanúgy helyez hangsúlyt mind a két társaság majd idővel. Mindenféleképpen jól jár ugye Skarner ezekkel. És amit én még ki szeretnék emelni, hogy az IDG-nek 100%-os első gyilkosság elhozatala van az eddigi mérkőzések alapján. Így a játékkorai szakaszát megalapozhatják saját maguknak, és pont arról a gondolatról beszéltünk, hogy mennyire fontos ez az IDG számára, hiszen tényleg Rek'Sai megindulásában hihetetlenül fontos lesz az első 15-20 perc, mert lehet, hogy nem fog annyira sebzésorientált Rek'Sait építeni majd Clear Love, ám ettől függetlenül a tankosságát biztosan fogja építeni, és nyilvánvalóan egy jó kezdet után sokkal hamarabb lehet tankos. Egyébként, amit kiemeltünk az IDG csapatánál, hogy túl sok melyikus sebzés és kevesebb fizikai sebzés, mondhatnánk azt, hogy attack damage, idegen csúnya szóval. Nem is olyan csúnya. Viszont ez az INTZ csapatára is igaz, csak fordított képen, hiszen a lövész, valamint a felső ösvényes egyértelműen fizikai sebzéssel rendelkezik, valamint Revolt a dzsungelben, és hogyha bármiféle sebzést szeretne építeni magának, akkor ez mindenképpen fizikai lesz. Uh-huh. És az egyetlen májkus sebzés a Stokersnél, azaz Vladimirnél, ami viszont megint csak neki lehet egy nagyon jó táptalaj, miközben Maikoék lopnak el legalább egy kis gólemecskét az ellenfél dzsungeléből. Nagyon jó az összhang az IDG oldaláról, ugye lebukott Revolta az északi dzsungelben, egy hatalmas kerülővel érkezett vissza a saját kék erősítéséhez, így az IDG bátran dönthetett a lopás mellett. Sújtás? Nem lesz itt sújtás, mert nincs erre voltának se gyönyörű szép köz a Jokszertől. A porrázúzás Jokszer életre viszont nagyon fogy. És megúszom, gyönyörű a kivirágzás előli kitérés, hát most a Krilla felítése nem talál, de az első gyilkosságot végül elhozza az IDG, a közönség pedig meg van őrülve. Az Edward Gaming szurkolók nem maradtak otthon, San Franciscóban sem. Egy kicsit tovább megyek, nem az IDG hozta az első gyilkosságot, hanem Rek'Sai hozta az első gyilkosságot, ami különösen fontos. Éppen az előbb beszéltünk arról, hogy ez kell az IDG csapatának ahhoz, hogy igazán meg tudjon indulni. Ennél tökéletesebb helyre nem is kerülhetett volna a gyilkosság. Ez egy nagyon merész vállalkozás, és itt nem sokon múlik, hogy Scout tudja megszerezni ezt az erősítést, a kábításának köszönhető mindez. Itt a kivirágzás még szépen körüli ki Jobster, a feldobás sem sikerül, a villanás, amelyikunknak viszont kulcsfont. Clearlove itt tudja megszerezni a gyilkosságot, azért Revolta nem hagyja annyiban a dolgot, egy kék erősítést ő is szeretné magáévá tenni, viszont Rek'Sai itt van a közelben, úgyhogy erre lehetőségen nem lesz, és Mouse is már kilépett volna, remek megmozdulás az IDG csapatától, és továbbra sem tudjuk, hogy Rek'Sai mit fog válaszolni, hiszen sietett a saját kék erősítéséhez. Közben amúgy azt veszük észre, hogy Yang egyértelműen lefarmolja Mouse-t, ezen azért annyira nem lepődünk meg, Jace-el tökéletesen lehet. Ez viszont érdekes. Tehát a kék erősítést megkapja Scout úgy, hogy az előbb kapott egyet, tehát nem sokkal növelte meg a kék erősítésének az idejét, talán ezzel a tapasztalati ponttal sokkal többet ért volna Rek'Sai jelenleg, jobban ki tudta volna használni, mint ahogy ezt Scout tudja majd a középső ösvényen hasznosítani. Feltehetőleg az az IDG taktikája, hogy Tokerst a lehető legnagyobb mértékben akadályozzák az ösvény fázis során. Ugye Scout folyamatosan tudja tenni a gömböket, a saját képességeit használni, és hiába Vladimirról van szó, látjuk, hogy be van szorítva a Scout által Tokers a tornya alá, és mit lehet csinálni, ha az ellenfeled a torony alatt szenved? Bóklászni! Krilove és Scout már itt van a dzsungel környékén, nem látja őket Revolta. De ők sem látják Revoltát pontosan, de a torony alá érkezhetnek, sőt, mit érkezhetnek? Ott lesz a kis gömböcske, és ott lesz a gyengék szétszórása is. Két ember rögtön lehet kábítani. Megvan egy gyilkosság. Jokszer életereje fogy. Még nincs vége. És még, ahogy mondtad, nincs vége. Volt egy villanásunk is, és végül Def tudja elhozni a gyilkosságot. Egyértelmű dominancia az IDG által az alsó ösvényen. Most bármit mondhatunk erre a mérkőzésre, de azt nem, hogy az IDG alábecsülni az INTZ csapatát.
a legjobb választásaikat hozták el. A farm különbség most már eltűnt mind a felső, mind pedig a középső ösvényen. Az egyetlen jelentősebb különbség lövész pozícióban, és nem valószínű, hogy ezt a közeljövőben be fogja tudni hozni Mikao, bár most felé fog tolni az ösvény, de az első torony megszerzésével hatalmas arany előnyre tett szert már most az IDG csapata. 3000 a 12. percben, az sok. Itt láthatjuk az érkezést, mivel két gömb is van scout részéről, nagyon egyszerű végigvinnie a kábítást, a végső képessége pedig már megvan, és erre nincsen válasz. Gyógyítás, valamint villanás Deftől, így lehet utolérni még Jokstert is, és megszerezni a második gyilkosságot. Az óceán sárkánnyal próbál egy kicsit javítani az ITZ csapata prédeleső bukra. Így van. Ilyebb kell húzni egy picit ezt az óceán sárkányt. Nem, azt ott kell hagyni. Ott is kell hagyni, pontosan. Kirillov most már életveszélyes, és jól látjuk, hogy nem látunk nála még tárgyat. Nem vásárolt egyelőre a dzsungelese az EDG-nek. Nem döntött még a stratégia mellett. Lassan már nem is lesz kérdés, hogy Tiamatta válsz, hogy befejezi a dzsungeles tárgyát, mert ezt egyszerre fogja tudni megtenni. Hoppá. Mauzra viszont jó volt ennek az érkezése. Nagyon jól használja a váltást a higany kalapács és a higany ágyú között. Viszont a sokkoló bombái nem lesznek annyira veszélyesek, hogyha meghal. Túlságosan sokszor, nagyon jó, nagy közben a bátorság próba, kivirágzás, és ott van Yang villan. Ez még egyelőre jó is lehet, ő részéről Deftet lövi a torony, és Meiko! Meiko nagyon szépen használja ki Tahmkench képességét, a bekebelezés, Jokster pedig őrszemen áll, 4-0 az EDG-nek. Ez volt a második négy emberes érkezés 8 perc alatt, erre nem tud reagálni az NTZ csapata. Menekülni esélyesen volt, Yangnek gyönyörűen tette ki a bátorság próbát Mouse. Scout meg viszont bajba lehet. Pontosan, Scoutnak van villanása és nagyon jól kihasználja. Az a higgadság, ahogy azt az utolsó pixelt még megpróbálta elérni, ahogy át tud villanni. Zseniális volt az ő részéről. Az alsó ösvényen pedig már teljesen feltolta az ösvényt Rek'Sai. Itt látjuk, hogy visszamenni, felejtsd el, a kivirágzást talál, utána a sebzés is jó, még a kábítással sikerül kivillanni, és Deft elég szép sebzést is kap. Az volt a szerencséje, hogy az ellökés nem őt talált el, hanem Scoutot, ugyanis, hogyha őt találja el, olyan kevés életereje maradt már így is, hogy biztosan belehalt volna. Kisebb hiba Yangtól, egymáson álltak Scout, valamint Deft, túl sok lehetőség erre nem volt. Idézői képesség ment ki Scouttól, de hát miért áldoz be idézői képességet, ha nem azért, hogy gyilkosságot szerez. Mouse tökéletesen használja a törmelék pajzsot, nem tudta meglepni őt Mikao és Jokster. Ugye egyelőre akik, úgymond nyertesei lehetnének az eddigi EDG akcióknak, ugye a Stokers és Revolta, amettől függetlenül Revolta nagyon le van maradva a farmolásban, bár tegyük hozzá, hogy Krillak ösvényt is tol, tehát már nem annyira reális a farm különbség, de az arany különbség az reális egyértelműen. Óceán sárkányjal gazdagodik az EDG, ha esetleg mégis az ösvényen tartózkodnának, vagy ha éppen az ösvények között bokrásznak, akkor is legyen egy kis regenerációjuk, egyértelműen jó ez számukra. Mondhatnánk azt is, hogy Tokásznak szerencséje van azzal, hogy Scout nem tartózkodik az ösvényen, különben semmi farmja nem lenne, így viszont tud vezetni. Hát öröm az ürömben, hogy közben elmegy gyilkosságokat, meg támogatásokat gyűjteni Syndra. 100%-os a gyilkosságokban való részvétele egyelőre. Itt pedig az INTZ csapata, nem is tudom, hogy mit szeretne. A Szurdok hírnökére lép ki az EDG, de megint négy emberrel megint nem lehet érkezni. És meg is szerzik a mini játékot, az Obelisket. Erre nem tud reagálni egyelőre az NTZ csapata. A saját dzsungelükben lévőket tudják kontrollálni, de ezen kívül hát nem sok jót tudunk elmondani róla. Ha pedig már mini játék, akkor beszéljünk arról, hogy a nézőink szavazata alapján az EDG fog győzni egyértelműen. 82%-otok mondja azt szavazók közül, hogy az EDG-jé lesz a mostani győzelem. A maradék 18% pedig vagy az INTZ-re fogadott, vagy hisz is benne, ezt nem tudjuk eldönteni. Vagy csak nem szeretek az EDG-t. Arra is van esély, egyértelmű. Na de, azt
tudjuk, hogy az EDG jól kezdte a játékot. Az a nagy kérdés, hogy mennyire tudják tovább görgetni a saját kis előnyüket. Ugye Clear Love és Meiko nagyon bóklászósra veheti a figurát most. Akár csak szinte egyébként. Megvan a lehetősége, neki is eddig is ment, ezután is mehet. Ott van már nála a pokoli kódex, hamarosan el fogja készíteni majd első tárgyát, a Morellonomikont. Ami pedig még fájóbb, az a dzsungeles különbség, jelenleg 1000 arany a két játékos között a különbség. Ez mind a gyilkosságban való részvétel, mind pedig a farm különbségből adódik, hiszen dzsungel szörnyekből a 14-es különbség, hát az rengeteg. Ami viszont még nagyon sok, az az őrszem, az EDG által folyamatosan takarítják az INTZ rálátását, megtehetik. Ugye eleve az alsó ösvényen kénytelen az INTZ őrszemeket letenni, mert ez az agresszív EDG folyamatosan provokálja őket. És nagyon nehéz így az északi területet is védenie az INTZ-nek, nem is tudja megvédeni se őrszemmel, se semmivel igazából, hanem ott lesz a második tornya az INTZ-nek, ez pedig úgy van, tökéletes Stukker volt. Nem sok olyan képesség van, olyan végső képesség, amit megéri előni a minionokra, ezeknek eltakarítására. A Lucian végső képesség van, mint az Ezio végső képesség mellett, szerintem nyugodtan ide sorolható a Rumble végső képesség is. Ezekkel lehet talán legtökéletesebben eltakarítani a minionokat. Kisebb hiba Clear Love-tól, de mondanom sem kell, hogy ez bőven belefér. Főleg úgy, hogy megint csak tapasztalati pontot és aranyat tagad meg az ellenfél dzsungelesétől. Revoltat, ahogy az első mérkőzésén a két csapatnak villogni tudott, most annyira meg van fogva, főleg Clear Love, valamint Scout által a saját dzsungelében is csak óvatosan tud mozogni. Bár ő még egyszer sem halt meg, azért a lemaradása az jelentős, és most már látjuk, hogy Clear Love teljes mértékben tankot fog építeni, a Tiamat nincs ott az eszköztárában, hiába lett volna lehetősége ezt megvásárolni, itt pedig Jin kapja meg. Ugye sebzése van egyértelműen az EDG-nek a jó kezdésnek köszönhetően, és akkor inkább azt választották, hogy mivel az INTZ lassabban halad, és kevesebb aranya rendelkezik, szervusz Csibém, ott van, segíts, fussál vissza. Nagyon provokatív a Muscaut Syndra játéka, és közben zseniális és jó is. Yang pedig azt választja, hogy Yang, hogy váltott ösvénytolásba kezd. Jace-el erre minden lehetőséged megvan, a képességed megvan hozzá, hogy három alaptámadást eltolj olyan gyorsan, mintha egyet tolnál ki. Itt pedig a szurdok hírnek, hogy csak el szeretné hozni az EDG csapata, de mivel itt van jelenléte az INTZ-nek két játékossal is, nagyon kevés idő kell az, hogy hárommal is itt legyenek. Halál négy felvonással érkezik egyből, ráadásul Stukker is, és érkezik a mélységkimerüléssel. Meiko Revolta ugyan itt van, de Mikaónak menekülnie kell. Jokszernek a töretetlen akarata hamarosan lejár, meg Meiko meg is ette. Egy gyilkosság landol az EDG-nél. Az INTZ legalább annyit elmondhat, hogy csak egy gyilkosság. De ez egyértelműen Jokster érdeme, hiszen ő volt az, aki Mikao elől felvette az összes felvonás, tehát gyere, én vagyok az élő pajzs, bánthatsz engem, de a barátaimat hagyd békén, tehát ez a tipikusan csak a holteste menet. A holtest megvolt, de sikerült megvédeni a többieket. Itt pedig Yangnek azonnal menekülőre kell fognia, ahogy megpillantja Scoutot, aki a Morellonomikonnal már rendelkezik, és egy pálcát is vásárolt már magának, ezt tovább építve még akár egy Rabadon halásüveg is beleférhetne majd, de az üresség botja, vagy a mélységi jogra egy valószínűbb választás. Pontosan, hiszen Tokers, ahogy beszéltük is, nyilvánvalóan épít magának mágikus ellenállást. A szellemarc az egy Vladimiron, hát kötelező. Több, mint kötelező. Ellen. Több, mint kötelező, pontosan. Amúgy a második sárkányunk is egy óceán sárkány lesz, egyértelműen passzol a Scout. Ez az INTZ hatalmas szerencséje egyébként, hogy nem az óceán sárkányok vagy hegy sárkányok vannak, egyértelmű. Mert, de igazából még a felhő sárkány is nagy kibaltázás lenne az INTZ-vel szemben, mert látjuk, hogy milyen pályán való mozgás, milyen bóklászást alkalmaz az EDG. Ha még lenne bónusz mozgási sebesség, akkor hát az szívás kategóriába kerülne most már.
De egyébként annyira a kínai stílussal szembe megy az IDG csapata, hiszen Kínában, aki nézi esetleg azt a régiót, az tudhatja, hogy ösvényfázis az jó 10 percig eltart, utána kezdődik a mérkőzés. Az IDG 8 perc alatt kétszer érkezett 4 emberrel, két különböző ösvényre, a felsőre meg az alsóra, a Maus. Egyelőre még tartja magát Maus, egy Rumble-ről van szó, viszont meg fog halni, valószínűleg Mikao ezt elhozza, így van. Még egy gyors farmolás azért belefért. Az első gyilkosságát megszerezte a brazil társaság. Hölgyeim és uraim, nincs minden veszve. Viszont egy sárkányt is buktak ezért cserébe, ami megint csak egy jó szány, de már a második. Így Yangnek a piszkálódása, valamint Mikaónak a piszkálódása, mert mind a két karakter képes rá a megfelelő képességeivel, hiszen eléggé... Ójjaj, szegény Yang. Ójjaj, villan Krillav is Yangre, a kábítás nem jó, viszont Krillav kellően tankos, nem várják meg Defnek a halál négy felvonását. Meiko nyelvagyon csapta Yanget. Fagylaltnak nézte Yanget és belenyalt egyet, ki is végezte ezzel. A torony pedig, a kettes szintű torony fog dőlni a 18. percben lépve. Tokersnek azért még lenne egy-két szava. Ehhez meg is érkezik az IDG-nek pedig. Hát négy emberre talán nem lenne szükséges elhátrálnia, de ilyen előnyben nem szeretné a kockáztatni. A visszajátszás során pedig látjuk, hogy mi is történt. Villanásra villanás lesz majd a felelet. Megvárja nagyon szépen Clearlove, amit kimegy. A kapu így gyorsan nem tudja magát, csak a szellemkarit pedig egy milliméterre ugyan, de mellé megy a végső képesség. Utána pedig Meiko tudja befejezni egy nyelv csapással. Ott volt a halál négy felvonása, de 2-0-3-as statisztikájával nem vagyok benne biztos, hogy erre rászorul Jin, aki nem Draktát választott magának első tárgynak, ő inkább megvásárolta magának az Essencia martalócot, így mana problémái a mérkőzésen valószínűleg nem lesznek. És amúgy neki nincsen más dolga, mint a képességeit használni, minek is menne túlságosan bele a buliba. És már látjuk 18 perce folyamatosan figyelhetjük, hogy az IDG hős választása mennyire praktikus volt a részükről. Meikónak a mélységi merülés nagyon jó, közben leesett, miközben mondtam. Na mindegy, volt a karóba húzása, próbálkozik. Minek tenne ilyet? Hát nincsenek ők olyan jó helyzetben. Örösszeler hát erősítés kidél a vel tudja hozni, halál négy felvonása. Mikao viszont még bártóság próbát is kapott. Ez szegény. Egy fejlövés. Meghalt Caitlyn. Az IDG lassan már én úgy gondolom, hogy egy jó ideje azt csinál, amit akar az idézők szurdokába. Az INTZ pedig csak asszisztál hozzá. Itt most nagyon azt éreztem, hogy Jokster, basszus, 0-3-ba vagyok, ne csináld már, most Mikao te halj meg, ne én. De kevesebb aranyat kapott volna az IDG csapata, hogyha ő hal meg, és Mikaónak azért több lehetősége van védekezni, mint egy Alistarnak. Egy-egy torony dől, mind a kettő kettes szintű, viszont az IDG-nek most már el kell jönnie, ketten is érkeznek a bázisról. Karóba húzás pedig még nem láttunk a mérkőzésen Revoltától, talán ezt a képességét is használni kellene. Lehet a billentyűzet, ne elromlott az ergom. Igen, akkor viszont egy jó remake majd érkezne, hogyha rájön a... Hát még nem próbáltak ki. 20. percen, igen, még nem kellett kipróbálnia. Úgy gondolom amúgy, hogy említése méltó az INTZ-nek a teljesítménye, de jön egy visszajátszásunk. Igen, itt látjuk, hogy Clearlove elsújtja a vörös szeder hátat, így minden egyes sebzés Mikaóra érkezhet, majd a bátorság felett végálja. Jokszert pedig látjuk, hogy ezúttal nem, én nem arra megyek, inkább villanok el a másik irányba, de volt a pedig fedezte, hogy további sebzést ne kapjon. Ő sem szerette volna, hogy túl sokszor meghaljon a csapattársa. Három halál már, hát mondjuk azt, hogy gombócból is sok lenne már a három. Itt viszont Revolta lehet bajban, hiszen Clearlove-val találkozik. Egyelőre Clearlove-nak csak mágikus ellenállása van, Revolta tudja elsújtani a grombot. És jön Yang, így nézzük csak, hogy mit tud csinálni, mert Clearlove nem mennek tovább, nem mennek tovább Yangék. Hát persze, tényleg csak mágikus ellenállással rendelkezik igazán, de azért van ott életerő, meg azért van ott a fizikai ellenállása is alapozó. Ugye vértezett Revoltánál, Clearlove-nál. Szóval az a Rek'Sai az már bőven tankos, itt van közben Revolta. Clearlove-ék próbálkozását akarják egy picikét szabotálni. A gólem is megvan sújtással, Clearlove elhozza végre ezt a kék gólemet, ne kapja meg senki az INTZ oldaláról. Nem is olyan emlékszem, szerintem ezen a mérkőzésen még nem kaptak kék erősítést.
Nem igazán. A legelsőt is el tudta hozni Scout, majd utána a sajátjukat is bezsebelték. És talán egyetlen egyet, ha meg tudott szerezni az Entity csapata, talán, de ebben igen. sem vagyok biztos, a 13. perc környékén. A következő egy felhő sárkány lesz, a kék erősítés pedig, mint az Isten, Scouthoz vándorol, Mouse pedig haza fog térni, hogy tovább fejlessze a Liandry gyötrelmét valószínűleg, ha nem is tudja még fejezni, azért igen, ott van egy varázspálca már nála, itt pedig a vörös szederhát erősítését fogja Deft begyűjteni, aki, hát mondhatjuk azt, hogy a top 3 lövészbe a világbajnokságban szerintem beletartozik, és ez nem csak az én véleményem, nagyon sokan azt mondják, hogy talán a legjobb jelenleg a világbajnokságon. Én ebbe azért nem mennék benne, hogy ki a legjobb, ki nem, de a top 3-ban mindenképpen én is beszavaznám ezt a játékost, és ez nem érkezés, és látjuk, hogy miért. Abszolút, konstant jól teljesít. De közben Jogster törhetetlen akarata kimegy. Ne felejtsük el, hogy közelben van Deft, legalábbis hát Ginnél a közelben ez egy kicsikét átfogalmazódik. Egyértelműen lőtávba kerülhet hamarosan az INTZ társasága. És Ginnel tökéletesen jól játszott tényleg Deft azt a taktikát, hogy ő távolról kivirágzást használ, illetve a halálnév felvonását, másra nincs szükség. Ugye beszéltünk arról, hogy mekkora szívás lenne az INTZ-nek még egy felhősárkány. Hát akkor kapjon egyet az EDG. De még mindig kisebb baj, mint hogyha egy hegysárkány vagy egy pokoli sárkány érkezne. Tehát always be positive, mindig legyél pozitív. Úgyhogy érkezik egy sárkány. Mindig legyünk pozitívak, gyerekek. Legalább nem pokoli sárkány. De legalább nem pokoli sárkány. Nagyjából, igen. A következő az lesz, akkor inkább ezt a témát belejtsük el. Killab nagyon jól tankolja a csapdáit. Mikkel vannak, akinek nincsen még elég sebzése. Hiszen azért neki is van két halála, de tud vezetni farmban legalább Deft-tel szemben, és ez nagyon fontos az INTZ részéről, hogy tartja magát. Három tornyot el tudtak hozni, ami már több, mint egyes csapatoknál a tegnapi nap folyamán, akik hátrányból kezdtek. Szóval az INTZ-ben van remény, de szépen lassan az EDG folyamatosan szedi van remény, az aranyelőnyt. Ott egy Alisztár a csapatban, az nem lehet kikapni. 11-2 győzelmi arány, kétszer azért mégiscsak sikerült a világbajnokságon, de nem könnyű, az INTZ megkísérli ennek a számnak a rontását, miközben ClearLab védi meg a középső ösvényt, még nem szeretne az EDG újabb tornyot bukni, nem akarja megadni az esélyt az INTZ csapatának, hogy visszaérkezzen a mérkőzésbe. És azért farmolni azt Vladimir tudott a középső ösvényen, hiszen szintén nagyon sokat lépett el, és most már a gyilkosságban való részvétele kicsit kisebb, de cserébe Jin 7-ből 6-szor ott volt. Ennek köszönhetően már a gyors tüzelő ágyú is elkészült, ott van még egy KN kard, és egyfolytán minden egyes aranyat meg tud szerezni, amire szüksége van. A gyilkosságok, a támogatások és még a farmja is viszonylag jó, itt pedig hackernek nézd meg milyen gyorsak voltak. Az EDG ugye 25 perc alatt egyértelmű dominanciát alakított ki az idézők szurdokában. Nézzük meg a rálátást, amit ők saját maguknak kialakítanak. Baronnasor környékét is megtisztítják, és így gyakorlatilag a folyontúra egyáltalán nem lát az INTZ, de a folyóban is egyedül a sutyerák az utolsó, úgymond védvonal, amely még valami információt szolgáltat az EDG mozgásáról. Közben azt várom, hogy Vladimirt mutassa nekünk a kamera pontosan. Kíváncsi vagyok, hogy ő az ősök erejével érkezett, plusz életerőt szeretne. Hogy hol tart, összesikerült-e már gyűjteni a jelzőket, megvan-e már a 300 vagy még nem. Úgyhogy a kék erősítéseket nem kapta meg. És akár vég a középső ösvényen volt, talán már rendelkezik mind a 300 jelzővel, de ez nem biztos. Jó a kábítás. Egyértelműen is jött, és a halálnét felvonása, le volt a kapja az első jogszer, mindegyiket leszeretné tankolni, így lövi is őt Deft! Akkor dögölj meg, poci! Mondja az EDG, és le is jár a törhetetlen akarat, meg az ideje is. Annak az Alisztárnak, Scout közben belelépett csapdába, és szép volt Mikautól, így Tokers is megmenekülhet. De az EDG elpusztítja a legfőbb tankját az INTZ-nek. Legalábbis jelen pillanatban Alisztár a legnagyobb tank, hiszen Revolta még nem tudott kellő mennyiségű tárgyat összeszedni. Azt a mindent véget! Scout kínosan! 6 darab gömb!
kínosan ügyelt arra, hogy mindig itt legyenek a gömbjei a végső képességére. Talán csak 5 darab gömb volt, nem is 6, de Tokers, aki éppen hogy csak el tud jönni, és egyébként elixírt is vásárolt már magának Syndra, úgyhogy ő készült arra, hogy itt rövid úton beszeretnék fejezni a mérkőzést. Az a zabolátlan erő, hát az valami hihetetlen. Konkrétan Scoutnak a Syndrája életveszélyes, és továbbra egy gyönyörűen játszik Lillaf közben. Na, egy kék erősítés? Nem. Nem, nincsen kék erősítés. Lillaf elhozta, és még Jokerst is meg lehet venni, mert itt van az EDG. Jokerst pedig, jó rendben, Vladimirral vagy megölni, nem fogunk, de győzni se fogsz. Na nézzük, Mikao, 1. Mikao, 2. Mikao, 3. A villanás jó volt, és ha az betalál, én úgy érzem, hogy az elég sebzés lett volna ahhoz, hogy Mikaót befejezze, de semmiféle páncélzattal lövész lévén nem rendelkezett. Hát behúzta a hasát Mikao, az biztos. Hű, hát az biztos. Clearnamnak természetesen 300 jelzője az ősök erején már réges-régen megvan, és 2000 arannyal vezet csak a dzsungeles a dzsungelessel szemben. Nem két csapat között ennyi a különbség, közöttük 7000, az ne is említsük így a 27. perc végére. De a dzsungelesek között ez hatalmas különbség, konkrétan majdnem egy, sőt, egy egész tárgyal vezet, egy Randuin ómennyével, így most már lassítani is lesz képes a feldobása mellett Clear Love, ami még egy CC, még egy mozgáskorlátozó képesség, és valóban az üresség botja készült el a középső ösvényen Syndrán, hogy ő annyit foglalkozik most már az ellenfél Melkus ellenállásával, majdnem, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja. Érkezik egy percen belül a játék negyedik sárkánya, egy hegy sárkány. Ez a DGG elhozhatja magának, de érdemes lehet az INTZ-nek is kilépnie. Mindenféleképpen erre a célpontra. 5-3 a tornyok állása, ráadásul Baron Nashor is egy lehetséges objektum a két csapat részéről, tehát a hegy sárkányt lehet hasznosítani. Így van, és nincs rálátása az INTZ-nek. Jön Clear Love, a prédalesőben meg lehet alapozni. Mit? Mindent, ez baromi jól nézett ki. De annyira sokat nem sebzett. Tokers az, aki tartja a frontvonalat, a kivirágzás revoltára talál. És így van, Jenget nagyon keveset látjuk, de azok a sokkoló bombák, ha találnának, nem érne semmit, esélye. Mivel két óceán sárkány is van. Ott van, gyönyörű, szép játék. Scout hozzá a gyilkosságot, revolta az első áldozat. Jokers életereje fogy, villan. Jokers még kitart között, Tokers pedig a hátsó sorban. Maus túléli. Persze, hogy túléli, mert neki még van villanása. Meghalt közben Mikao is a háttérben. Hopp. Tokers pedig megszerez egy újabb gyilkosságot. Scout megvan, egyszerűen meg... Halt végre! De megpróbálta a lehetetlen. Tokers elhozza a harmadik gyilkosságát az INTZ-nek. 2 cserél, csak ő maga. Miközben az egész csapata kihullik mellőle. A remény sugara az INTZ-nek, Vladimir. Tehát ez a, egyszer hozok egy gyilkosságot, de akkor pentát akadályozok meg. Igen. Viszont a hegysárkányt valóban visszafelé az EDG csapata még elhozza. Erre reagálni Tokers természetesen nem tud. Ez pedig azt jelenti, hogy a negyedik sárkányát gyűjti be az EDG. És mi történt? Jó a kezdeményezés, 3 gömbbel, 2 kábítás, végső képesség a bátorság próbával, elég a sebzés. Scout első gyilkossága, Jokester ott a végső képesség, de mondanom sem kell, hogy ez nem elég a feldobás, még jó, Scoutnak villandia kell, 2 embert egy gyengék szétszórásával ki tud szedni. Tokers 3 embert zónáz ki, miközben torony alá megy Clear Love, mint Scout, itt még egy üresség gömbben lehet gyilkosságot hozni, a sebzése viszont elég Tokersnek, hogy megakadályozza a pentakilt, azaz 5-szörös gyilkosságot, 4-et azonban így is el tudott hozni Scout. Vége a tökéletes gyilkosság arányának, egy halál becsúszott, de a 7-1-5-re szerintem még így is büszke lehet. Főleg ugye egy quadra kill-el. Egyértelműen Scout az EDG-nek egy biztos és erős alapköve. Syndrával olyan dolgokat mer megengedni saját magának, amelyet mondjuk ilyen aranyelőnnyel talán mások is megtennének, de ő nem csak megengedi magának az esetlegesen kockázatosabb villanásokat és próbálkozásokat, hanem sikerre is viszi azokat. Yang a bokorban próbálkozik egy picikét, hát ha nem jönnek ide az EDG-sek, de Mouse már itt van. Között Okerszre jó a gyengék szétszórása. Ez egy Vladimir volt, kérem szépen, akit Scout egyedül önmagában
bőven ki tud kezdeni. Hoppá, közben gyengé életereje nagyon hamar elfogyhat, mert mélységi merülésre megjöttek scoutik! Szevasz! Megjön scout, és vége a bulinak. Hát eléggé nagy parti gyilkos, ez biztos. Hát igen, és a parti állatok pedig azért ott vannak, van itt mindenféle csúszómászó féreg. Gondolok itt Clear Love-ra. Szegény Clear Love, most ez igazán nem érdemelte meg. Minden esetre a baronna a sor. Na, ott kell hagyni, teleport. Pontosan jön a teleport is, így. Tokers ki lehet szedni, Jokster még egy kis kezdeményezésre próbálkozik, de a porázódás csak még kora volt jó. Mouse-nak a végső képessége nem elérhető. A kivirágzás viszont talál Jokersre, Tokersre bocsánat, de Jokesterre is. Mindegy, mind a ketten meghalnak. Az EDG-hoz két gyilkosságot, Yang még egyelőre büfészget a kezdőhelyen. És így a baronna sort elhozhatja az EDG, de ott van Revolta. Meg a teleport. Igen, a teleport, amit mondtál, Scout. Elhoz egy gyilkosságot, zónáz, gyilkosságot hoz minden kutya füle. Nagyon szépen menedzseli a sebzést egyelőre az EDG, de a baronna sor sebzi őket. Gyengék szétszórása jó, egyszerre szép. Kell nekik ezt az életerő mennyiséget leszedni, szép. És jó, Revolta villan, de ez már késő, megpróbálta lehetetlent. De az EDG, amit itt leműve, kommunikáció, csapatösszhang, hát ez betojás. Nem véletlenül az egyik esélyese a világbajnokságnak. Lássuk, hogy mi is történt. Nagyon szépen használja a Jhin a képességét, hogy távol tartsa az ellenfeleket. Mikaonak a helyezkedése itt még tökéletes. Tokersre fordnak az egyetlen mágikus sebzést tőle kell tartani, de utána Mikao már nem tud egyetlen egy sebzést sem okozni. Itt még 308-at belőle killabdott, de semmi. Nagyon szép a zónázás. Tokersre pedig nem érkezik meg a gyógyítás, hiszen a végső képességéből a sebzés nem tud ennyi idő alatt kiáramolni. Itt pedig az EDG gyönyörűen menedzseli a sebzését, ahogy te is említetted. Eltűnik Mikao egy szempillantás alatt, nincs szükség az összes gömböt összegyűjteni, elég, hogyha kettő van már lent, elegendő a sebzés. És nézd meg, kivárják, tudják, hogy Yang az egyetlen, aki képes jelenleg elhozni a baron nasort. Kint van a kapu, a sebzés pedig kivárják, 1500 életen a baron, és be is állnak elé egyébként, hogy semmi esélye legyen, hiszen együttesen a sebzés Yangtől, valamint Revolta sújtása megviccelhette volna az EDG csapatát. Egy baron nasor elhozata nem valószínű, hogy változtatott volna a meccs képén, valószínűleg életben sem maradtak volna. A Revoltánál, ha már ugye az optimizusnál tartunk. Jokester kezdeményezze Clear Love-ra, és a bátorság próba ott van. Stuker kiment, Mako életereje is kevés. 2-3, nagyon szépen Revolta fedezik egymást az INTZ játékosai, de scout! Mit élt túl Revolta? Teljesen mindegy, mert egy inhibitor torony így is dől. Tokers babám, te mit csinálsz? Vladimirkodik egy picikét, négy emberre jó közben. A Pest kevés, is, de kevés, ahogy te is mondtad, EDG, Deft életereje kitart. Jokester é viszont nem annyira. Deft hozza el az első gyilkosságot, Jokester az áldozat, Tokersnek ott van a felerősített transfúziója, Scout közben megy tovább. Megvan egy gyilkosság Scout által is. Tokers életereje csökken, és ez meg lehet? Meg is van, pontosan, három ember pusztult el. Mouse pedig kihasználja a homokórát, ezek a gömbök pedig, komolyan mondom, hát labdázni nem ülnék le scouttal, az biztos. Haláli figura. Yang pedig táncolt össze-vissza hátulról, megyek, nem megyek, nem találnak az energialövedékek. Igaz, hogy őt sem tudják eltalálni, de nincs is rá szükség, hiszen a mérkőzést az EDG csapata 35 perc alatt 23-3-as gyilkosság arannyel, 4-0-ás sárkány arányjal és egy baronna sorra semmiért cserébe. De nézd meg ezt, ezeket a fejeket. Nem úgy néznek ki, mint akik nagyon örülnek a győzelemnek. Inkább az, hogy jó, letudtuk a kötelezőt, srácok, egy bemelegítő mérkőzésnek jó volt. Inkább készülnünk kell még az HTK-i meg az HQ ellen, azok egy fokkal nehezebb mérkőzésnek ígérkeznek. Ám ugye, azért ha belegondolunk, hát persze vége a munkának ugye. Tehát azért az elején ott volt az, hogy még gyorsan megnézzük a statisztikákat. Úgy gondolom, hogy az EDG úgy ütlem a játszani, hogy emlékeztek, srácok, múlt héten az INTZ ellen? Emlékszünk. És gyorsan, tisztán és magabiztosan revansot vettek a brazil gárdán. Nagyon szép játék és letisztult játék volt tényleg az EDG részéről. Nem kapkodták el, hanem egyszerűen csak folyamatosan alakították ki saját maguknak az előnyt.
minden ösvényt megfelelően tudta kezelni. Krilav játéka szerintem zseniális volt, de Scout mindenképpen ő lesz a mérkőzés embere, úgy érzem. Tehát, hogy ki más lenne, már rögtön a játék elején a bóklászásaival hozzájárult a rajtaütésekhez, és neki nem volt végső képessége, mint Rek'Sai-nak, vagy mint ugye Tamkencsnek, amivel ledolgozza a távolságot. Azért Tamkencs besegített néha. Na jó, persze, de az már a végén számított igazán, sőt pontosan pont akkor nem számított. Mindegy, természetesen ki tudták használni azért Mayko-nak is a végső képességét az EDG-sek és Scout is, de mondom, a játék korai szakaszában, amit Scout leművelt, és Clear Lab dzsungelezésével együtt, sőt, bevallom őszintén, hogy a játék korai szakaszában nem emelném ki sem Clear Lab-ot, sem Scoutot, hanem az EDG-t emelném ki. Mert négy emberes rajtaütéseket végeztek, három emberes rajtaütéseket, mindenki kivette a részét a buliból, azért Jin is bőven összeszedett nem egy gyilkosságot és támogatást, egész hamar. A csapat, az Edward Gaming, mint csapat, egyszerűen zseniálisat produkált most az a kedvenc szeretem makrójátékot tudnám kiemelni, a rálátásuk a mérkőzésen elképesztően jó volt. Clearlab egyfolytában takarította az ellenfél őrszemeit. Alistarnak nem volt lehetősége őrszemeket kitenni a folyón túl, mert vagy azonnal leszették az őrszemeit, vagy őt. Tehát 0-6-2-es teljesítménye volt a mérkőzés vége felé, nem tudom, a végén 7-1-ére is meghalt-e vagy nem, ezt nem figyeltem. Viszont az biztos, hogy nem volt túl sokat életben, így pedig nehéz őrszemeket kipakolni. Emellé érkezett még az, hogy Jinnek 7 gyilkosságnál 6 gyilkosságban volt részvétele, 10-nél pedig 9. Tehát elég sokáig tartotta ezt a 90%-os arányt, és a végére sem lett ez szerintem sokkal kevesebb az utolsó csapatharccal. Uh-huh. A baronnasor környéki harcot remekül vitte véghez az EDG csapat. A Jin képességével zónáztak, Mikael teljes mértékben kizárták, és ráfordultak azonnal a Toxterre, hiszen ha nem tud végigmenni a végső képesség, nem fog elegendő élete visszatöltődni, ha gyorsabban elpusztítod, mint hogy végigmenne a végső képessége, akkor onnantól kezdve mágikus sebzése nincsen az INTZ csapatának, ami azt jelenti, hogy csak páncélzatra van szükséged. Ha pedig csak egyfajta sebzés ellen kell készülnöd, akkor sokkal egyszerűbb dolgod van, főleg úgy, hogy ő volt az egyetlen, aki igazi mágikus ellenállással rendelkezett. Scoutnak őt volt a legnehezebb eltakarítani, már amennyire nehéz volt. Ő inkább olyan forró késsel a vajat típus volt. Egyértelmű amúgy, hogy a mai nap folyamán majd folytatom ezt a gondolatmenetet, mert közben érkezik amúgy egy visszajátszásunk az első gyilkosságról. Igen, itt nagyon korán megy át Clearlab, szeretné elhozni a kék erősítést, ami végül Scoutnak sikerül a gyorsításának és alaptámadásának köszönhetően. Az első csapat gyilkosság pedig ott volt Rek'Sai-n a legfontosabb személynél, nagyon gyorsan tankostott lenni és mehetett előre, majd utána 3 szinttel később Scout már be tudja fejezni Mikaót, meg van alapozva az ő mérkőzés kezdése, a kábításait tudnám kiemelni, és Deft lekövetése a sebzésével, ez valami elképesztő, és ez nagyjából másfél perccel később történik, a felső ösvényre fordulnak át azonnal, ahol Yang a következő áldozat, bár ő egy kicsit jobban tud menekülni, gyilkosságra neki sincsen lehetősége, hiszen itt van Mayko, aki kiment neki Jint, az egyetlen, aki igazából veszélyben volt. Nem érzem azt, hogy az INTZ rosszul játszotta meg a játék korai szakaszát. Ők mindent úgy csináltak, ahogy csinálni kell a játék korai szakaszában. Megpróbálta egymástán Rek'Sai elhozni a dzsungeltáborait. Torony alatt volt mind Yang, mind pedig az alsó ösvénypárosa. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy kiléptek, és ezért haltak meg. Az egyetlen, ami történt, hogy az EDG remek csapatmozgással és a képességek megfelelő sorrendben való kihasználásával tudta elhozni a mérkőzést, hiszen a végső képességével mindig jól kivárt Scout, hogy megfelelő sebzése legyen, és pontosan tudta, hogy jó, most 3 gömbömnek kellene lenni, hogy elég legyen a sebzésem, vagy csak 2-nek. Ezzel 3-5 másodperceket tudott megsporolni a játék korai szakaszában, ami nem kevés. Tehát az, hogy még egy gömbbel több vagy kevesebb, igen, az torony alatt, az plusz 2 toronylövés, ami pedig egy ember életébe simán belekerül. Ez azt jelenti, hogy tökéletesen ismeri a karakterét a játékos, mesteri szinten kezeli, azért a világbajnokságon ez elvárható, és reagálni tud arra, amit az ellenfél abban a pillanatban csinál, és ez nagyon gyors reakcióra val, ezért emelném ki Scoutot, nem is azért a teljesítmény, hogy mekkora sebzése volt, mert jó, megszed a gyilkosságokat, utána van akkora sebzése. Persze. De meg is kell szerezni, főleg úgy, hogy torony alá érkezel, minden
pöpecül ki kell számolni, mert egyetlen egy tized másodpercnyi hiba az az életedbe kerülhet. És amúgy nagyon kevesen használják ki úgy szindrát amúgy, hogy folyamatosan több gömböt használnak a gyengék szétszúrására. Scout az egész mérkőzésen folyamatosan zsonglőrködött azokkal a golyóbisokkal, és nagyon ügyes volt. És nekem azt tetszett az EDG taktikájában amúgy, hogy a múlt héten Mouse teljesítménye volt egyértelműen rosszabb, mint amit tőle elvárható. Ugye a felső ösvényese az EDG-nek, ő a kis fekete bárány mindenki szemében, mert sokkal többet tud mutatni. Érkezett rá két tiltás, eleve az INTZ-től, mert ők is akkor azon gondolkodtak, hogy hát ha sikerül megfogni a gyenge pontját az EDG-nek. De mit csinált az EDG? Mouse, te legyél ott kis egérként fölül a felső ösvényen, játsszál csak gyengel, mi pedig addig négyen, az összes többi ösvényt, a dzsungelt is beleértve szanaszéjjel fogjuk szedni, és miután az megvolt, akkor pedig agyoncsapjuk Jenget. És Mouse gyakorlatilag el is tűnt a mérkőzésen, tehát ő neki csak a stukkerjeit láttuk egy csomószor, amikor letette jó helyre nyilvánvalóan, tehát hogy nem hibázott, de az EDG tökéletesen kompenzálta a múlt heti gyengességét, úgy érzem. Viszont ez nem biztos, hogy egy erősebb csapat ellen belefér, hiszen lássuk be, négy emberrel öt ellen nem a legegyszerűbb. Jó, nem teljesen négy emberről beszélünk, de valóban a stukkereken kívül Mouse teljesítménye felejthető volt. Még a farmja is, Yang igaz a váltott ösvénytolás miatt, de bőven le tudta hagyni farmban. Nem érzem úgy, hogy egy erősebb csapatán, akár az EHQ, tehát nem kell ide SK-re gondolni, vagy bármilyen más rangosabb csapatra, elég egy EHQ, aki Taiwanból érkezik, egy ilyet meg fog bosszulni, ebben biztos lehet. Meglátjuk már mindenféleképpen. Most pihen egyet mind az EDG, mind az INTZ, és jövünk vissza a szünet után az AHQ és az H2K ütközetével. Tartsatok velünk! Hello!